utóbbi két mérkőzésünk remekül sikerült, sok gólt sikerült szerezni. Nyilván a Nyírbátor ellen többet kaptuk, mint amit gondoltunk, de otthon a Nyíregyháza ellen meggyőző volt a fölényünk. Minden tiszteletem a főiskolásoké, de szeretnénk, hogyha ez a meccs egy kicsit könnyebb lenne. Ismerjük őket, videóztuk őket, tudjuk milyen játékosok alkotják, hogy milyen edző áll mögöttük, milyen stílus képviselnek, és próbáljuk megnehezíteni a dolgukat. Hétfőn játszottunk a Haladással, ki kell, hogy mondjam, egy számukra nem túl jó mérkőzést. Ezt megbeszéltük, kivideóztuk, és próbáltuk úgymond elfelejteni, hogy itt a lehetőség pénteken bebizonyítani, hogy milyen egy jó csapat vagyunk. Szerintem ez sikerült is, helytálltunk, tehát egyáltalán nem játszottunk most alárendelt szerepet. Csapatilag jobbak voltunk, mint a Kecskemét, szerintem egyéni teljesítményben ők még vagy magasabb szinten vannak ők egyénileg egy az egyes párharcokban. A címvédő Haladás elleni 8-1-es vereség után a legutóbbi ezüstérmessel, a Kecskeméttel szemben már jóval kiegyenlítettebb mérkőzést játszott a Világos Mezes TFS-e, amelyből az első félidőben Kovács Balázs volt eredményes. Igaz, a túloldalon a híres városiak válogatottban megforduló játékosai közül Bíró Attila, Pál Patrik és Suscsák Máté is betalált, így a 23. percben 1-3 volt az állás. Számítottunk rá, hogy ma nagyon nehéz mérkőzésünk lesz. Egész héten úgy gondolom, hogy jól készültünk a mérkőzésre, viszont ma nagyon nem működött a játékunk, frusztráltak voltunk, nem koncentráltunk megfelelően, és sokszor a védekezésünkbe fegyelmezetlenek voltunk. Sikerült vezetnünk 3-1-re, úgy gondolom ott kellett volna kontrollálnunk a meccset, viszont picit fejben elvesztünk, így a TF meg is fordította a mérkőzés 4-3-ra, aztán a hajrába összeszedtük magunkat. A duplázó Petrov Norbert és az első élvonalbeli gólját szerző Szabó Koppány révén fordított a TFS-e, ám a 33. percben a góllövő lista másodikja, Fekete Márk kiegyenlített, majd nem sokkal később Suscsák megszerezte 6. találatát a bajnokságban, amivel már a Kecskemét állt jobban. Ezt szerettük volna múlt héten is kivinni a pályára, akkor nem sikerült, viszont most igen. Megizasztottuk úgy a Kecskemétet, hogy minden tudására szükségük volt, hogy megfordítsák a mérkőzést. Mertünk játszani, bátrabbak voltunk, koncentráltabbak voltunk, összképileg minden jobb volt. A góllövő lista illovasa Suscsák triplázott, Fekete pedig a második gólját is megszerezte a végjátékban, így a Kecskemét 7-4-re győzött. Very important win for us. Egy nagyon-nagyon fontos győzelem volt ez számunkra. Örülnünk kell az eredménynek és a megszerzett 3 pontnak. Nem játszottunk jól, ennek pedig az egyik oka az volt, hogy jó taktikát választott a hazai csapat. Of the home team.